Ahogy minden játékban, a Dead by Daylight-ban is megvannak azok a karakterek, akiket többet látni az átlagnál. Nem telhet el nap egy dobálózó Huntress, egy sunyi Myers vagy egy drága örömzöld Trapper nélkül. Viszont mi a helyzet azokkal a gyilkosokkal, akikkel alig találkozni? Miért nem játszanak velük és miért nem szereti őket egyik oldal se? Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne az előbb feltett kérdésekre a válasz, vagy csak szimplán az, hogy kik a fehér holló ritkaságú gyilkosok, akkor tarts velem! Ugyanis róluk lesz szó a Goosebump mai videójában. Azt hiszem, nem túl meglepő az ünnepek közelettével a témaválasztás. Viszont egy fontos dolgot még a videó legelején leszeretnék szögezni. A videóban elhangzottak egy dolog. Ha neked egy teljesen más véleményed van, az pedig egy másik, teljesen okés dolog. Semmiféle offenzív vagy ellenségeskedő szándékom nincs a videó elkészítésével, és ha neked épp az egyik kedvenc gyilkosod szerepel a listán, akkor az szuper! Azon kevés emberek tagja vagy, akik változatosságot visznek ebbe a játékba. Úgyhogy így tovább. Viszont most már nem húzom tovább az időt. Mindenféle fontossági sorrend nélkül kezdjünk is bele. Kezdjük a listát egy talán megosztó gyilkossal. Sokan mondják azt, hogy milyen jó gyilkosról van szó, és még többen azt, hogy mennyire gyenge. És igazság szerint vannak nála jóval erősebb gyilkosok is a játékban. Méghozzá nem is kevés. És bár már kapott egy reworknek csúfolt valamit, de valljuk be. Nem sokszor lehet hatalmas nagy hasznát venni a gyorsaságnövelő üvegcséknek a késleltetett aktiválódás miatt. És lényegében emiatt gondolom azt, hogy Clownnak ennyire alacsony a játékos száma. A nagyon nagy nyílt pályákon, főleg egy kicsit is a játékhoz értő csapat ellen, sokszor esélye sincs. De azt meg kell hagyni, hogy a beltéri pályákon hatalmas nagy potenciál tud benne lenni. Olyan útvonalakat és loopokat lehet vele lezárni, amik jócskán fel tudják gyorsítani számodra a játékot. De Clownnál hatványozottan igaz, hogy egy kellő tapasztalattal és ismerettel rendelkező játékos keze alatt bármilyen pályán ki lehet hozni a meccset, legalább döntetlenre. Úgyhogy tényleg nem arról van szó, hogy ne lenne használható gyilkos. Csupán többségében nincs elég játékismeret a bohóccal játszók mögött, és emiatt rosszul teljesítenek. A gyenge teljesítmény nulla sikerélményt vonz magával, ami miatt sokan félrerakják a gyilkost és nem is veszik elő soha többé. Úgyhogy ha esetleg éppen te is elkeseredettségedben vagy dühödben hagytad volna ott a bohócot, amiért kempelés és tanulózás nélkül nem tud senki sem megölni, hajrá! Idővel azért menni fog az. Mondom ezt úgy, hogy a videó kedvéért mentem először a bohóccal, nagyjából fél év után. Igen. Akik egy ideje itt hagyták a játékot és csak úgy rátaláltak a videóimra, azok teljesen jogosan gondolhatják, hogy micsoda, a Hillbillyvel nem játszanak. Csak lusták megtanulni. És bár ez is igaz lehetne, azonban van egy sokkal fontosabb tényező. 2020 júliusában elérte a készítők nerf, akarom mondani rework, kalapácsa Hillbillyt is. A legnagyobb változtatás, amit kapott a képessége, az a túlhevülés mechanika. Lényegében minden egyes láncfűrészezésben és a képesség aktiválásával eltöltött másodpercben egyre jobban hevül fel a láncfűrész. Ha ez eléri a maximumot, akkor egy rövid ideig szó szerint használhatatlanná válik a gyilkos számára képessége. Persze ezt ki lehet játszani azzal, ha sűrűn teszed kis padra magadtól a képességet, ugyanis magától is elkezd fokozatosan visszaülni. De igazából ez egy olyan mechanika volt, ami teljesen indokolatlanul lett beemelve.
Tény, hogy 5 meccsből legalább egyszer Billy volt a gyilkos, viszont egy átlagos játékos is ki tudta játszani, ha elég alkalommal volt ellene. De ha az overhit még nem lett volna elég, kijöveteli állapotához képest teljesen megváltoztatták az addonjait. Olyan gyöngyszemeket kaptunk ezáltal, mint a Leafy Mesh, amivel 15 másodpercre megkapod az undetectable hatást, miután megütöttél egy túlélőt. A láncfűrészeddel. Vagy a Pick House Gloves, aminek segítségével 20%-kal gyorsabban tör szét raklapokat, falakat és rux meggenerátorokat. Mikor túl van hevülve a láncfűrész? De a kedvencem, szét tudod törni a raklapokat és a falakat, és tovább tudsz instant láncfűrészezni. Csak ha 5 másodpercen belül lefűrészelsz egy túlélőt, akkor csak egy health state-nyi sebzést fog szenvedni. Az egyetlen pozitívum, amit ezzel a reworkkel kapcsolatban meg tudok említeni, hogy végre nem ugyanazok az addonok vannak Bubára és Billyre. És szerintem ez nem egy nagy pozitívum. És valóban nincs annyira nagy rálátásom Hillbilly tényleges értékére, tekintve, hogy botok ellen játszok most is, viszont az biztos, hogy rengeteg Billyménynek a kedvét vették el a készítők ezekkel a változtatásokkal. És bár nem lett Hillbilly sem használhatatlan, viszont nagyban csökkentették kihasználhatóságát. Nem lehetne egy videót csinálni a ritkán látott gyilkosokról Pig nélkül. Ráadásul a megkezdett sorba is tökéletesen beillik. Senki nem tudja, hogy ez a szerencsétlen nő mit tett a behaviorrel, de egyik nerf lavinát kapta a másik után 2019-ben. Most nem is sorolnám fel az összeset, mert még 20 perc múlva is Amandáról beszélnénk, viszont lényegében egy teljesen okés, alapból sem OP gyilkost fogtak a készítők és a sárga földig gyengítették. Az összes képességével erős perknek megszüntették a hatását, szétvariálták az addonjait és a statjaival is szórakoztak. Igazából senkit nem hibáztatok, aki kifejezetten utál piggel játszani. Mióta többet játszom én is gyilkos oldalon, egyre kevesebbszer döntök mellette, mert egyszerűen nehéz vele kicsikarni bármiféle haszont. A meta addonjaival, megfelelő perkekkel egy jó pályán és nem túl tapasztalt túlélők ellen még tök jó meccseket is lehet menni. De elég kevés alkalommal kerül kipipálásra az összes imént felsorolt feltétel. Így aztán én magam se vagyok meglepődve, mikor végre bedob túlélőként egy pig ellen, és az utolsó generátornál elkezdi kempelni az először akasztottat. Koncepció szinten egy teljesen jó és a filmekhez egyébként hűgyilkosról van még mindig szó, viszont élmény terén közel sem tudja azt nyújtani, mint a többi stealth központú gyilkos. Szóval innen szeretném együttérzésem nyilvánítani a videót néző, fűrész franchise rajongó Pigmaynek felé. Szóval Nurse-nél eléggé el kellett gondolkoznom, hogy feltegyem-e a listára. És mint látjátok, végül csak felkerült. Először befolyásolta a sztereotíp véleménye, ami a Nurse játékosok körül van, és nem akartam még inkább hozzátenni esetlegesen ehhez. Viszont még jobban belegondolva, tényleg ritkán találkozni Nurse-ökkel. És ha találkozik is az ember, akkor vagy egy őt ménelő egyén ellen találja magát az ember Starstruck-kal, Distressing-gel, Awaken Awareness-szel, vagy egy teljesen kezdővel, akinek minden ötödik ütése talál csak. És ez a két átmenet nélküli véglet az oka az alacsony számú játékos bázisnak. A kezdő nőrszök kedve a tanulás legelején el van véve tőlük. És az a nagyon kevés ember pedig, akik ennek ellenére is megtanulnak nőrszel játszani, egyértelműen a rajta legerősebb perkekkel fognak játszani No24. Nem a semmiért tanult meg vele játszani, és ki akarja használni az összes lehetőséget. Ez zárójel egyébként és furcsa lehet, hogy felhozom, viszont mostanában meglepő mód találkoztam néhány tök átlagos build-el játszó nőrszel. Nem tudom, hogy csak az én MMR-omon van ez a jelenség, vagy pedig tényleg egyre több fanuló nurse játékos van, de azért még mindig nem ez a mentalitás jellemző kollektívan.
Az elmúlt egy hónapban a meccsek 0,75%-ában fordult elő Twins gyilkosként. Ami szerintem nem túl meglepő azok számára, akik már egy fél éve játszanak a játékkal és kicsit jobban tisztában vannak a gyilkosok erőviszonyaival. Viszont akik nem, azoknak most elmondanám, hogy miért is. Ugyanis nem feltétlenül egy gyenge képességű killer Twins. A fő indok az a várt játékélményhez képest a valóság. Így kimondva, eszméletlenül izgalmasnak és vértizzasztónak hangzik, hogy kettő karaktert irányítva tudsz túlélőkre vadászni. Aha, ez tényleg így van, csak az első 20 meccs alatt vontatottnak és szinte időpazarlónak hat, Charlotte-ot ott hagyva Viktorral barangolni. És akkor még nem is beszéltem a Viktorral való célzásról. Tehát, hogy nem egy belépőszintű gyilkosról van szó, és szerintem még egy tapasztalt játékosnak is meggyűlik vele eleinte a baja. És mivel nincs semmilyen másodlagos képessége, ezért egy friss Twins játékos nem tud hatékonyan eljárni a szerelés ellen, a kergetőzésekben, és se perc alatt ráindítanak minden generátort. A másik tényező pedig visszanyúlik egészen a gyilkos megjelenéséig. A Binding of Kin DLC megjelenése nem volt épp zökkenőmentes. Az átlagon felüli bug mennyiség került be a játékba, és az előbb említett elvárt játékélmény se volt meg. Így aztán a kiegészítő rajtolása után egy héttel már nem is igazán találkozott az ember Twins-szel. Holott ő volt a legújabb installációja a játéknak. És pont ez az a hozzáállás, ami a mai napig kísérti a testvérpárost. Viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy Twinseknél is két véglet van, akár csak nőrszöknél. Vannak az Uber király Twins mének, akik valóban a pálya két részét képesek teljesen parában tartani. És vannak az Agitation Iron Grasp-es Basement Camperek is. És ha az utóbbi kategóriába tartozók veszik a fáradtságot és megtanulnak effektíven játszani vele, tényleg a legizgalmasabb meccseim többsége kiváló Twins játékosok ellen volt. Szóval sok sikert és kitartást a vele próbálkozóknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Tényleg, annyi lett volna a célom a videóval, hogyha csak pár perc erejéig is, de álljunk meg és ne feledkezzünk meg az említett gyilkosokról se. Mert ugyan szerencsére nincsenek jelenleg kifejezetten meta gyilkosok a játékban, viszont az említett killerekkel is az ellenük ment körök valahogy mindig teljesen frissnek és másnak érződnek. Lenne valaki, akit szerinted kihagytam a listáról? Írd meg a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!